éppen Kiskunházán vagyunk, magyar országos bajnokságon, és eléggé jó itt a közeg. Ez most ilyen lazább verseny, hogy ugye felkészüljünk a jövő heti osztrák bajnokira, szóval én mindenképpen nyerni szeretnék. Most pont jól jött ki nekünk a hétvége, és nagyon jó, hogy itt vannak a többiek is, mert inspirál. Nagyon jó, én nagyon szeretem ezt a pályát, jók az ugrók, jók az akadályok, meg nagyon technikás pálya, nagyon szeretem. Szeretnék stabilan menni, pontosan, nem mindig a külsőségek a fontosak. Persze én szeretek ilyeneket csinálni, mert ez magamnak is jó, meg persze kamerásoknak is. Kicsit az alkarra küzdök, én egy gyulladás miatt. Első futamban rajtam jól sikerült, második voltam. Az első 10 percig körülbelül tudtam menni az Erikkel. Aztán, ahogy mondtam, ugye az előbb jött az alkar problémám, és így szépen visszavettem a tempóból. Inkább az egészségemre figyeltem, és inkább egy laza motorozással bejöttem harmadik helyen összetettbe. Sikerült elhoznom a rajtot, elején próbáltam kicsit megnyomni. Az egy-két tekeréssel persze, és kicsit meglógtam, utána meg pedig csak motorozgattam, próbáltam a közönségnek egy kicsit. Hát szerintem régen az volt, sokat edzettem, azt mindent erőből akartam, most meg inkább nincs rajtam semmi teher, és próbálok inkább okosabban menni, és jobban odafigyelni a motorozásra, meg élvezetből menni. Működik a motocross itt Kiskunházán. Ez a legrégebbi motocross pálya Magyarországon, és az aktívan működő egyesület. Én is itt nőttem fel, itt tanultam meg a focipályán motorozni, ugye apukám is versenyző volt, és innen jött a sport. Rengeteget versenyeztem itt, juniorok is nagyon szép számmal vannak minden kategóriában, a seniorok is, aminek külön örülök, hogy az elit kategóriában 32 nevező van. Vannak junior srácok, másodosztályú srácok, akik beálltak a startgép mögé, és nekiálltak versenyezni a profikkal. Én ezt nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és minden tiszteltem az övéké, természetesen minden versenyzői. Külön örülök, hogy láttam, az Óvoda Bence is indul, ugye itt van az Erik, ők ugye ketten a rangidősek, a régi ellenfelek, mint ahogy mi a Borka Janival voltunk. Várom izgalommal, hogy mit fognak menni a srácok. Jobb már ezt kívülről nézni egyébként. Nem mondom azt, hogy nem szokott kicsordulni a könnyem, amikor lecsapódik a rajtgép, de igazából nem foglalkoztat annyira. Van egy kis lányom, minden szabad időmet vele töltöm. Két hete volt egy esésem Trentinóba, az MX
250-es bajnokságban másik fordulóján. Igazából törés nincsen, zúzódás volt, annyit mondtak, pihentessük, de annyira nem pihentetjük. A másik futamban nem volt jó rajtom, beszorultam egy kicsit, talán meg Tompakikivel jót csatáztunk, mondjuk 450-essel ment, a hosszú egyenesekben elég nehéz dolgom volt, de aztán sikerült megelőznöm őt, erre két körre elestem, utána pedig már csak biztosra mentem. Izgultam egy kicsit ettől a versenytől, megmondom őszintén, ugye durván három év után versenyeztem itt újra, meg ugye amúgy is versenyeztem, tavaly mentem egy-két versenyen, de azt nem mondhatjuk komolynak. Most viszont innentől fogva komolyan szeretném folytatni a karrieremet. Második futamban a Tétsi Lacikával nagyon küzdöttem, türelmes próbáltam maradni, és megpróbálni azt a kis részt megfogni, ami, ahol esetleg el tudok majd menni neki, és akkor igazából egészen a plusz kettőig ment ez a keresgélés, és akkor ott végre elmentem, majd ritmust tudtam váltani, ami nagyon-nagyon pozitív nekem, mert azért ilyenkor nem egyszerű, és rá is tudtam jönni az Erikre, ami nyilván előzési pozíciót nem jelentett, de mindenféleképpen egy jó jel a továbbiakra. Egyébként a szervezőtől le a kalappal, mert nagyon jó nyomok lettek, volt feladat, kijöttek a különbségek a versenyzők között, minden versenynek így kéne kinézni, hogy ez a pálya most kinéz.